21 év után megnyitotta kapuit a Baktalúrendházi Degenfeld kastély. Az 560 millió forintos fejlesztésnek köszönhetően megújult a kastély épülete, amelyben egy interaktív múzeumot is kialakítottak. Az 1840 és 1850 között késő klasszicista stílusban épült Degenfeld kastély egy fallal övezett, természetvédelmi területnek nyilvánított park mélyén található. 1615-ben Barkóczi Ferencet fogják beiktatni a Kállai vár kapitányának, és ez ezért megkapja hozzá a baktai birtokot. A 17. század első harmadában kezdik el építeni Baktán ezt a földszintes vadászkúriát, amit Barkóczi Ferenc kezd el építeni, de a fia Barkóczi László fogja befejezni. 1615 és 1638 közötti időre tehető a kastély építése. Egy rövid időre, 1633-ban Bocska István erdélyi fejedelemhez kerül a kastély, néhány hónap múlva viszont visszakerül eredeti tulajdonosához. A birtok átadó végzésben már kasztellumként szerepel a birtok, tehát egészen biztos, hogy Barkóczi Ferenc fia, László kibővíti azt a nemesi kúriát, amit az apja kezdett el építeni, és egy kastélyá bővítette ki. A Baktalúrendházi kastély mintegy 20 évig kihasználatlanul állt, mivel nem csak az épületben, hanem az azt körülvevő 12 hektáros kastélyparkban is óriási turisztikai potenciál van, ezért a város önkormányzata a kastély felújítására pályázott. A kastély országos műemlékvédelem alatt áll, a körülötte lévő 12 hektáros parkterület pedig természetvédelmi védettséget élvez. A főépület elkészült, szeretnénk a körülötte lévő park fejlesztését megoldani pályázati forrásokból. Erre vannak már ötleteink, elképzeléseink. Várjuk azokat a kiírásokat, amelyek alkalmassá tesznek bennünket arra, hogy erre a célra is pályázzunk. Tehát a legfontosabb a Degenfeld kastély a mi szempontunkból. 2016 tavaszától egy olyan innovatív technikai megoldások használatán alapuló helytörténeti néprajzi természettudományi múzeumot alakítottak ki, amely interaktív informatikai eszközökön keresztül szórakoztatással egybekötött információt nyújt a látogatóknak. A stúdióban köszöntöm Krivács Andrásot, Andrást, a Fenyvesszálloda és Konferencia Központ vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A palotás táncot járta itt a hölgy, ebben az interaktív múzeumban nagyon sok mindenre van lehetőség. Mi az, amit nyújthat az ide látogatóknak, a Baktalúrendházára látogatóknak ez a múzeum, illetve nagyon-nagyon sokat alapoztak turisztikai vonalon erre a kastélyra? Nem csak palotás, hanem magyar csárdás is eljárható az utolsó terembe. Tehát így, ahogy a felvezetőben is lehetett hallani, sok-sok olyan dolog van, amelyhez a 21. századnak a csodáját, az új technológiai folyamatokat vonzottuk be, és tesszük egy bizonyos látványossággá a teljes Degenfeld kastélymúzeumot, és olyan szoftverek készültek kimondottan a Baktalúrendházi Degenfeld kastélymúzeumba, amely a klasszicizmustól egészen a 21. századig mutatja be nem csak Baktalúrendházát, nem csak a megyét, hanem az ország bizonyos történelmi eseményeit. Mit jelenthet ez a kastély a városnak, a környéknek ön szerint? Szerintem egy nagyon nagy büszkesége Baktalúrendházának, és nem csak Baktalúrendházának, hanem a kistérségnek és a megyének is, ugyanis egy olyan új szegmens nyitott meg a kastélytúrákban, a kastélylátogatásokban, amely eddig hiányt pótolt is egyedülálló. Egy megyei turisztikai útvonalra föl lehet fűzni Baktalúrendházát. Pontosan, eddig is föl volt fűzve, ugyanis a templom túra, illetve a kastélyok között már eddig is szerepelt, illetve hogyha a túra útvonalakat nézem, akkor a Móricz Zsigmond túra útvonalnak pont Baktalúrendház az egyik pecsételő állomása, de természetesen nyitottunk, és egy teljesen új dolgot hoztunk be a palettára, és hogyha már a középnyírségnél járunk és Baktalúrendházánál, akkor akarva vagy akaratlanul bele sikerült tenyerelni egy komplexitásba, egy olyan komplex turisztikai fejlesztésbe, amely már nem csak éttermet, szállodát, az erdőt, a gyönyörű erdőt, amely természetvédelmi területtel van övezve, hanem most már egy kastélymúzeumot is magában takar és összefoglal, és természetesen most már egy turista, aki Baktalúrendházára érkezik, vagy a középnyírségbe érkezik, úgy el tud tölteni egy hosszú hétvégét, hogy ki sem kell Baktalúrendházáról vagy a környékről
neki fáradnia, de természetesen, hogyha szeretne, akkor kerékpárokkal meg tudja látogatni a környező településeket, akár leveleket, vagy nyírmadát, vagy hogyha egy picikét elkalamulnak, elautókáznak, akkor Nyírbátornak a gótikáját, Mária Pusnak a csodáját, vagy éppen a Baktaló rendházának a vendégszeretetét élvezhetik. Hogyan tölthetik el ezt a hétvégét, vagy egy hétvégét itt a térségben, azon túl, hogy egy ilyen aktív pihenést szánnak a vendégeknek, milyen szolgáltatásokat tudnak nyújtani? Hát, hogyha komplexitására kíváncsi a turista, vagy éppen a hozzánk érkező, akkor egy quality minősítéssel fémjelzett szálloda, amely 4 csillaggal van minősítve, aztán ugyanegy quality minősítéssel rendelkező étterem, amely, hogyha 2016-ot a gasztronómiai élmények évének hangsúlyozunk, akkor minden hétvégére különböző gasztronómiai csodákat, gasztronómiai élményt kínál a hozzánk betérőknek. És itt, hogyha 2 hétre megyünk előre, május 9-én és 10-én Budapesten a Bocuse d'Or-nak az európai döntője van, és mi ennek tiszteletére 13-án egy olyan vacsora gála estet szervezünk, amely a Bocuse d'Or-nak az alapanyagait visszük a tányérra a magyar fehér asztal mellett, illetve 14-én egy musical gálával kedveskedünk a vendégeknek pünkösd előtti szombaton. Úgyhogy beindult valahogy a középnyírség, hogyha levelekre vagy nyírmadára tekintünk, vagy éppen vajára, akkor a horgászok nagyon tudják élvezni, illetve a szabadidős vízi turisták, hogyha Mária Pócs, akkor természetesen a környező szűz és a bazilika által kínált lehetőségek, vallásturizmus. De hogyha kastélyokat akarom összekötni egy 10 kilométeres körzetbe, akkor Vaja, illetve Baktaló rendháza remek kikapcsolódásra vár mindenkit. Mi a tapasztalat? Eljönnek a vendégek? Eddig ugye régen az volt a jellemző, hogy Hajdú-Bihar megyében még Dunántúrról is ellátogattak a vendégek, de már a tavaly előtti évek azt bizonyították, hogy szívesen jönnek Nyíregyházára és a környékre. Hogyan válogatnak, igen, hogyan hát választanak helyszínt a turisták? Az elmúlt 5 évben azt szokták mondani, hogy Hajdúszoboszlón megragadtak a vendégek, tehát ott odáig jöttek, aztán utána ne tovább. Tehát Nyíregyháza egy olyan bombát robbantott a turizmus palettáján, amely kinyitotta a kaput a turizmus számára. Egyre több turista jön a megyébe, nagy részük Nyíregyházára látogat, de hát azért nem kell feledni a középnyírséget, nem kell feledni a Szatmár és a Beregi vidéket, amely hogyha a Szatmárt és a Bereget nézzük, akkor kis érintetlen mi voltjában a felújított árvíz után felújított házacskáikkal és a gyönyörű utcaképpel nagyon vonzó célpont lehet, és természetesen az autópályának a megérkezés egészen Vásárosnövényig szintén egy új palettát nyitott, és most már nem csak polgári van autópályás, nem csak Nyíregyházaik, hanem egészen Vásárosnövény. Igen, és akár határon túli vendégeket is várnak, hiszen ezt a térséget kimondottan reklámozzák romániai oldalon. Igen, elég fáradt a társaság, ugyanis most érkeztünk haza Sepsiszentgyörgyről, Romániából, előtte való héten Szolnokon voltunk, azelőtt pedig Budapesten, Vásárokon. Ha másfél héttel ezelőtt tekintek vissza, akkor éppen Frankfurtba a Vaxnak az európai konferenciáján kínáltuk a középnyírséget. Tehát itt visszatérve a román piacra, a középnyírséget, illetve a Kelet-Magyarországot nagyon kedvelik a román vendégek, és természetesen egy magyar célpontot üztünk ki, Sepsiszentgyörgyöt, a Szentgyörgy napokat, ahol promotálhattuk a középnyírséget, és természetesen benne a Fenyvest, illetve a Degenfeld Kastélymúzeumot. De hát így elvittük magunkkal a többi szolgáltatót is, és őket is promotáltuk, ugyanis nem mindenki 4 csillagra, illetve quality minősítéses étteremre vágyik, hanem valaki a vendégházakra kíváncsi, valaki a szabadidő eltöltésének más formáit keresi. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és sok munkát kívánok ebben a turisztikai szezonban, mert az csak jót jelenthet. Köszönöm szépen. Köszönöm.